Egyre kevesebben vállalnak munkát, mint nővér, illetve ápoló, ami leginkább a Pécsi Gyermekklinika onkohematológiai osztályán érezhető, mondta el stábunknak az osztályvezető. Dr. Ottófi Gábor mesélt az intézmény jelenlegi helyzetéről. Az osztályunk egy 18 ágyas osztály, amelyik Somogytolna, Baranya, Zala megyéből látja el a gyerekonkológiai betegeket. Évente 30-40 új beteget látunk el, ami azt jelenti, hogy ezeknek a gyerekeknek a nagy része tartósan itt van az osztályon. Néha-néha haza tudnak menni, de újra és újra kemoterápiában részesülnek, műtét, sugárkezelésben kell, hogy részesüljenek. Az osztályunkon a nővérek létszáma az tartósan nagyon stabil volt, és ugyanaz a csapat volt, akikre nagyon figyeltünk is, és pszichológusok segítségével csapatépítő tréningeket csináltunk, hogy feltárjuk, ha bármi probléma van, fejlődjünk, és a szervezet fejlesztve legyen, illetőleg kiégésprevenciós programokat is végeztünk. Az élet azonban megy tovább, folyamatosan telik az idő. Vannak, akik nyugdíjba mentek, vannak, akik elmentek, babát szültek, és gyesen vannak, van, aki várandós most, néhányan külföldre mentek végül, és itt most abban a helyzetben vagyunk, hogy a nővérek létszáma lecsökkent. Ami azt jelenti, hogy bár a munka továbbra is egyfelől kihívásokkal teli, és sok-sok nehézség mellett rengeteg örömöt és szépséget tud nyújtani, mégis kevesebb a nővérünk, mint amennyi kellene. Korábban volt az ápolói szakképzésben egy olyan szakasz, amikor a tanulás során ide jöttek gyakorlatra hozzánk az ápoló hallgatók, tanulók, és akkor belepillanthattak az osztályunk életébe, és hát egy néhány évvel ezelőtt újra és újra jelezték számosan, hogy szeretnének ide jönni, dolgozni, de hát akkor nem volt státusz. Most megváltozott a helyzet, de negatív irányba. Egyrészt sikerült még egy státusszal még növelni is a potenciális létszámunkat, azonban itt az imént elmondott okoknál fogva mégis csökkent a létszámunk, és ugyanakkor meg nem jönnek ide a tanulók, nem látnak bele, és így marad az a kicsit félelemmel teli kép, ami a gyerekonkológiáról szól, amit hát esetleg nem vonza annyira a jelentkezőket, és hát ezért történik ez a beszélgetés, hogy egy kicsikét így elmondjuk azt, hogy egyrészt várjuk, hogy jelentkezzenek leendő kollégáink, és másrészt pedig hát az én számból nem biztos, hogy annyira hiteles, mert a nővérek tudják talán jobban elmondani, hogy az ő munkájuk milyen, azaz, hogy mennyi örömet lelnek benne, milyenek az egymás közötti kapcsolatok, az orvos-nővér kapcsolat, a nővér-beteg-nővér-szülő kapcsolat, amelyek mind-mind azt gondolom, hogy természetesen lehetnek benne konfliktusok, nehézségek, de azt éljük meg így közösen, hogy ez egy jó csapat, úgyhogy ebbe a csapatba nagyon szívesen várunk jelentkezőket, és bízunk benne, hogy tovább tudunk épülni, és aztán utána közösen dolgozni tovább. Az onkohematológián dolgozók ugyanis komoly célokért küzdenek. Lehetőleg minél több gyerek gyógyulhasson meg, azaz, hogy élhessen. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek egyébként a túlnyomó részük meggyógyul, több mint 80%-uk. Másfelől pedig, aki nem gyógyítható, azoknak is próbálunk segíteni, nekik is próbálunk abban segíteni, hogy az élet örömöt a lehető legtovább éljék meg, és a lehető legkevesebb szenvedésük legyen. 11,5 nővér státuszunk van, és jelen pillanatban 7 nővér dolgozik, illetve 7 ápoló dolgozik, mert férfi ápolók jelentkezését is természetesen szívesen vesszük. Várjuk tehát azoknak a jelentkezését, akik úgy érzik, hogy ebbe a kihívásokkal teli, de nehéz, de ugyanakkor nagyon sok örömöt adó és nagyon szép munkába belevágnának egy jó csapat részeként. A szakorvos abban bízik, hogy minél előbb megoldást találnak a nővérhiányra, hiszen így a munkatársak feladatait is megkönnyítenék, illetve a kisbetegeknek is tudnak segítséget nyújtani.